Na szóval sziasztok srácok, én Hunter vagyok, és elkezdtünk a legújabb videómhoz, ami egy eléggé érdekes videó lenne, ugyanis nem másról lesz szó, mint Sosi Jopiról, Jopiról, Hopiról. Biztos vagyok benne, hogy mindannyiótok találkozott már ezzel a névvel a Brawl Stars játékon belül. Már így Sosi Jopi, hagyjatok már azzal! Mindig Sosi Jopi! Bárhol, akár a klánodban, csapattársak között valamelyik meccsen, amikor randomokkal mentél, ellenfeleknél, csak showdownban random egy ember, ez volt a neve. Tényleg, nagyon-nagyon nagy kérdés, hogy ki az Isten is az a Sosi Jopi, amikor már 8. menetben látod ugyanazt az embert. Nyilvánvalóan gondolhatod, de hogyha nem tudtad, akkor elmondanám, hogy nem egy, nem kettő, nem három, nem négy. Szóval, hogy rengeteg embernek ez a neve, és a mai videóban azt fogom nektek elmondani, hogy pontosan ez mi is, miért is van így, ki is kezdte ezt az egészet, illetve, hogy elvileg mit kaptok, és mennyivel nyittok jobb dolgokat, hogyha így nevezitek el a karaktereteket. Az egész nekem is úgy kezdődött, hogy a klánomban van egy Sosi Jopi nevű játékos, egyszer-kétszer játszogattam vele, és én úgy könyveltem el, hogy ő a Sosi Jopi, amikor játszottam vele, ugye? Mert akkor még soha nem találkoztam valószínűleg ezzel a névvel, vagy pedig nem figyeltem annyira. Viszont utána, amikor teljesen random elkezdtem ugye showdown-t játszani, vagy bármit, vagy másokkal játszani, akkor is folyamatosan az ellenfélben ott volt a játékos, és még elsőre talán akkor volt a legmeglepőbb, hogy úristen, egy saját klánomban levő játékos bedobott az ellenfélbe. De aztán egyre többször összefutottam vele, és kezdett egy picit idegesíteni is, meg egy picit elkezdtem majd a gondolkodni is, hogy mégis mi az Isten lehet ez, és úgy döntöttem, hogy egy picit utána nézek, és eléggé durva dolgokat találtam. Először is, hogyha YouTube-ban beírjátok ezt, hogy Sosi Jopi, akkor legfőképpen török videókat ad ki, ami eléggé érdekes, és hogyha megnézzünk ebből egyet-kettőt, akkor a Sosi Jopi nevű karakterrel próbálnak meg igazából ládákat nyitni, és azt mondják, hogyha ezt a nevet adják a karakterüknek, akkor sokkal jobb ládákat fognak nyitni, mármint sokkal jobb karakterek fognak esni a ládákból, és sokkal hamarabb. A legelső ilyen videók is, ilyen török videók is igazából már egyből 10 perc, 1 másodpercesek természetesen, és azt garantálják, ahogy az indexképen is látható, hogy nulla kupánál az első ládából, ott pörög éppen egy Leon vagy Crow, vagy nem is látom, hogy ez kicsoda, talán Crow. És tényleg konkrétan a másik videó is ugyanez a srác, és ha lejjebb tekerünk, ez a srác, illetve egy-két másik ilyen török videós készített igazából erről jó néhány videót. Főképviselője ennek a témának Mountain Stars és Berat Ali Yilmaz, hogy elvileg kiskupán eléggé kevés kupán lehet ezzel a karakterrel, ezzel a névvel igazából nagyon jó karaktereket, akár legendárikat is nyitni, és kommentek is érkeztek ezzel kapcsolatban. Valaki ugye törökül azt fűzte hozzá, nem, egyébként nem tudok törökül, hogy négy haver megaboxokat nyitottak, regisztráltak Sosi Jopi néven, és megaboxokat nyitottak, és mind a négy megaboxban 8 item volt, és 3 karaktert kaptak. Srácok, hogy ez így lenne, azért tényleg elég beteg lenne, maradjunk annyiban. Egyébként egy kis fun fact, itt egy szintén török videó index képén, ahol pont be van karikázva egy Sosi Jopi, ott a mellette levő karakter az Gergő Hun, konkrétan egy magyar játékos, úgyhogy tényleg a magyarokat kísértik ezek a Sosi Jopik. És ami még érdekes, az az, hogy valaki pedig szintén hozzáfűzött egy megjegyzést ahhoz a kommenthez, amit az előbb olvastam föl, hogy négyen nyitottak megaboxokat, és mindenkinek 8 item volt, és 3 karaktert kaptak. Ő pedig azt írta oda, hogy ez így van, és nyitott brawlboxokat, azok Pipert adták be nagyon hamar, a bigboxok Tarát, és a megaboxok pedig Leont. És aztán érkezett egy angol nyelvű komment is, aki igazából megmagyarázta ezt az egészet, ő pedig azt írta le, hogy ez egy török legenda igazából, ami szerint, hogyha a Sosi Jopi nevet adjuk a karakterünknek, akkor hamarabb fogunk kinyitni több jó brawlert is, tehát ez megváltoztatja az esélyeinket, attól függetlenül, hogy ugyanolyanok maradnak a drop rate-eink. Hát ami, srácok, azért eléggé durva lenne, hogyha így lenne, de tudjátok mit? Ki fogom próbálni, hogyha erre a videóra összekanalazunk 100 darab lájkot, nem is tudom megmutatni a kezeimen. Szóval, hogyha ide csaptok 100 darab lájkot ez alá a videó alá, akkor
megnézzük, regisztrálok egy Choshiopi karakterrel, és nem is igazából játszani fogok vele legfőképpen, hanem sok mindent fölveszek Screen Recorderrel, ami történik a karakteren, játszadozok vele egy-két hetet, és utána egy videóban összegzem, hogy mi is történt, és hogy van-e valami különös, vagy tényleg csak egy pletyka az egész. Kíváncsi vagyok, de nyilvánvalóan valószínűleg egy nagyon jó clickbait volt ez valakitől, amit olyan népszerűvé tudott tenni, hogy tényleg magyar játékosok is, akik a klántársa, és magyarul beszélgettem vele, ő is igazából már ezt a nevet használja, tehát így tényleg mindenhova eljutott ez az egész, és elég nagy hype-ja van mostanában a Brawl Stars-osok körében, mégis elég kevesen beszélnek egyébként erről. Magyarországon egyébként egy nagyon jó videót találtam erről, ami pedig nem más, mint Niveknek a videója, amiben egyébként sok ötletet merítettem, sok anyagot merítettem ehhez a videóhoz én is, úgyhogy az ő videóját egyébként megtaláljátok a leírásban, úgyhogy gondoljátok, azt is nézzétek meg. De hogyha most már találkoztok egy Choshiopival, akkor nem úgy néztek rá, hogy úristen, ez meg mi a franc már megint, hanem így nagyjából remélem, hogy megértettétek, amit mondtam, és tudjátok, hogy miért regisztrálnak ilyen néven az emberek. Egyébként oroszul a szó jelentése. Nyolt ki a... szóval tudjátok. Hát igen, körülbelül én is ezt tudnám erről elmondani. Szóval valami ilyesmi, hogyha még egy picit utána nézünk, szóval egy nem túl szép kifejezés ez az egész, viszont sokan ennek bedőlnek, és sokan ugye nem is tudják, hogy mit jelent, akik ilyen random más országokban regisztrálnak ezen a néven, és tényleg a játék egyik leghasználtabb neve már ez a Choshi, illetve Choshiopi, Choppy, és rengeteg videó is van, ahol megpróbálnak Choshiopi néven karaktereket nyitni, úgyhogy tényleg elég beteg ez a dolog, mondom én is kipróbálom, hogyha összecsapjátok azt a 100 darab lájkot. Úgyhogy, ha tetszett nektek ez a videó, és szeretnétek, hogy ezt megcsináljam, akkor mindenféleképpen jelezzétek azt egy lájkkal. Írjátok le nyugodtan el az egészről a véleményeteket, szerintetek lehet-e bármi valóság alapja, vagy tényleg egy teória, egy pletyka, egy legenda az egész igazából. Ami biztos, hogy nagyon érdekes, és nagyon elterjedt az egész a Brawl Stars-os játékosok, felhasználók körében. Nem semmi, hogy az egyik legnépszerűbb névé tudott válni, így a semmiből, úgymond. Írjátok le nyugodtan, hogy ti már találkoztatok-e Choshiopival rengetegszer, vagy esetleg még egyáltalán nem láttatok ilyet, és azt se tudtátok ezelőtt a videó előtt, hogy mi az. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy mennyien tudtatok egyáltalán erről. Én biztos vagyok benne, hogy rengetegen, akikkel én beszéltem erről, mindenki tudta, hogy miről van szó szinte. Minden esetre tényleg elég durva, konkrétan a mi klánunkban is ott van egy ilyen, tehát tényleg szinte mindenhol megtalálható a játékban. Úgyhogy srácok, tényleg várom a véleményeket kommentben, szerintem egy nagyon érdekes dolog ez az egész, úgyhogy gondoltam, hogy mindenféleképpen csinálok erről egy videót is, aminek utána tudtam nézni, és amilyen információkat megtudtam, azt így elmondom nektek. Hogyha tetszett, és szeretnétek még hasonlókat látni, akkor iratkozzatok fel a csatornára, és nyomjátok be a csengőt is, illetve osztatok meg haverjaitokkal, ismerőseitekkel, hogy ők is megtudhassák, hogy mi ez az egész Choshiopi legenda, mi ez az egész teória igazából. És ha gondoljátok, próbáljátok ki ti is, vagy ha már kipróbáltátok ezzel a néven a karaktereteket, akkor mindenféleképpen írjátok le a tapasztalataitokat, arra is kíváncsi vagyok, illetve hogy semmiképpen ne a mostani karaktereteket ne veszétek át, hanem csináljátok egy nulla kupás karaktert, vagy egy kis karaktereteket, vagy valamit, de ne tegyétek ezzel úgymond tönkre a nagy karaktereteket, mert semmi garancia nincs abban, hogy ennek tényleg van értelme. Úgyhogy srácok, köszi szépen, hogy itt voltatok, remélem, hogy érdekes volt ez számotokra, találkozunk a következő videóban, hát több voltam.